There was a lot of fighting. A szüleim rengeteget harcoltak, kiabáltak, ordibáltak, és még néhány butort is összetörtek, és mindezt a szemem láttára. Brian Johnson nehéz családi körülmények között nőtt fel. Hitetlenség és alkohol fűtötte viták közepette. Emlékszem, hogy imádkoztam Istenhez, hogy állítsa ezt le. Mindkettőjüket szerettem, és nem akartam látni, ami közöttük zajlik. A káosz miatt Bryant egyedüllét és bizonytalanság gyötörte. Tinédzserként ugyanúgy kezdte kezelni saját problémáit, mint ahogy szülei kezelték házassági válságukat. Nem éreztem, hogy tartoznék valahová, vagy hogy olyan lennék, mint a többi gyerek. De amikor elkezdesz inni, akkor befogadnak. Csak jól akartam érezni magam. Brian folytatta az ivást a középiskolában. 18 évesen elkapták ittas vezetésért, és próbaidő alá helyezték. Visszanézve, ezeknek már figyelmeztető jeleknek kellett volna lenniük. Vártam, hogy valaki kimentsen ebből. Szóval imádkoztam Istenhez, hogy segítsen. De azonnal visszatértem ugyanahhoz a viselkedéshez. Az egyetlen dolog, ami Briannek magabiztosságot adott, az a golf tudása volt. Imádtam a golfot. Amikor jól játszottam, azt gondoltam, hogy jó vagyok valamiben. Jól éreztem magam. És úgy éreztem, hogy vagyok valaki. Brian abban reménykedett, hogy ösztöndíjas lesz az Auburn Egyetemen, de az alkoholfüggősége oda is követte. Edzője ígérete ellenére kirúgták a csapatból. Szembe kellett néznem a valósággal, hogy nem leszek golflegenda. Nagyon nehéz volt ezt feldolgoznom. Még mélyebb lett a depresszióm, és még többet ittam. 5. ittas vezetése után börtönbe zárták. További börtönbüntetés helyett elvonó kúrára ment. Míg ott volt, édesanyja meghalt. Ezt követően megtört szívvel vett részt a program keretében egy istentiszteleten. Valaki elmondta a bizonyságát a színpadon, és azt mondta, hogy csak szeretned kell Jézust, és ő megváltoztatja az életed. Ez megérintette a szívemet. Az istentisztelet után még mindig úgy éreztem, hogy az egész világ terhe a vállamon ül, de amit a színpadon beszélő nő mondott, az reményt adott, hogy Isten tud a helyzetemen változtatni. Brian visszament a szobájába és imádkozott. Azt mondtam, Istenem, segíts nekem, hozz ki ebből az állapotból. Azt akartam, hogy Jézus a szívemet, az életemet változtassa meg. Kész voltam rá, mert nagyon a padlón voltam. Ezután Brian elkötelezte magát Krisztusnak. Olyasmi történt, amit addig soha nem éreztem. A világ terhe egyszerűen leszakadt a vállamról. Hirtelen olyan világos lett bennem minden. Minden bűn, szégyen, teher eltűnt. Olyan volt, mint egy új kezdet. Akkor este Brian megszabadult az alkoholfüggőségétől. Azelőtt, ha nem ittam, sosem láttam elég jónak magam, de Jézus azt mondta, hogy bennem fog élni, és fog használni is engem. Brian befejezte az elvonó kúrát, és már 6 éve józan. Mára megnősült, Alabamában él, és másoknak segít kijönni az alkoholfüggőségből. Újra golfozik, és nemrégiben megnyerte a városi golfversenyt. De mindenek előtt boldog, hogy Isten megváltoztatta az életét. Jézus megszabadította a régi életem miatti bűntudatból és szégyenből. Sőt, mi több, megértette velem, hogy elég jó vagyok, hogy szeret és elfogad. Így most már tudom, hogy honnan jövök, és ki vagyok valójában. Tudom a célomat, és azt is tudom, hova tartok.